Most még a helyőrségi klub felirat látható a színház utcai épületen. A rekonstrukció után azonban a Szindbád nevet viseli majd a komplexum. A felújítás már elkezdődött, ez kívülről sárga szalagkorlát, belülről pedig rengeteg törmelék jelzi. A szakemberek most is dolgoznak az épületben, hogy nyára befejeződjön a felújítás, és a Vidor Fesztiválon már birtokba vehessék a városlakók. Alapterülete az épületnek majdnem 1000 négyzetméter, tehát nem egy kicsi helységről beszélünk. Több új funkciót is fog kapni. A színház szempontjából talán a legfontosabb, hogy a szervező és jegyirodánk át fog költözni az Országzászló térről. E fölött szeretnénk egy hangulatos kávézót kialakítani. Mellette egy étterem fog működni, egy bisztró étterem, e fölött egy rendezvényterem, és az egész épület tulajdonképpen egy színháztörténeti múzeum jelleget fog kapni. Itt minden olyan színházi relikvia, jelmez, makett, kellék lesz kiállítva, ami különböző színháztörténeti korokat fog idézni. Ennek csúcspontja egy 3D-s mozi lesz, ahol az ókori görög színjátszás mellett négy másik színház történeti korszakot is bemutatnak majd egy-egy 10 perces filmben, amely 5 nyelvre lesz lefordítva. A cél, hogy a külföldi turisták számára is vonzó legyen ez az országban is egyedülálló turisztikai attrakció. Ez önmagában egy közel 760 millió forintos projekt, amely része a Nyíregyháza kulturális negyedét fejlesztő több mint 1,5 milliárd forintos beruházásnak. Nyíregyházának most már beszélhetünk kulturális negyedéről, ami itt van a belvárosban. Konkrétan a két teret és környékét magába foglalva, a Bence úr és Bessenyei teret, én úgy határoznám meg, hogy a görögkatolikus teológiától, az ott most kialakítandó múzeum, egyházi múzeumtól, a színház mellette ugye a Szindbád, ami egy önmagában egy kulturális komplexum lesz, mellett a Kálai Kúria, a tér túloldalán pedig a József András Múzeum, ott is indítunk egy újabb projektet, a Rózsakert szabadtéri színpadot magába foglalva, tehát ez a rész lesz, ahol olyan attrakciók is lesznek, ahol a kulturális turizmus hol máshol, mint a kulturális negyedben elindul. A polgármester hozzátette, a Kálai Kúria fejlesztésének második ütemében a lebontott melléképületeket korhűen visszaépítik a történelmi főépülethez. A Bence úr és Bessenyei tereket határoló utakat forgalomcsillapító céllal átépítik, a járdák és térburkolatok pedig egységes kialakítást kapnak majd.